Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Lesz egy új kapcsolat, egy férfi közeledik hozzád. Mi várható a szerelmi élet területén, megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt láthatóak a kelyhek és az utal az érzelmekre, tehát lesz itt egy találkozás, egy ismerettség, mielőtt ez megtörténik. Itt lezárod a múltat, hiszen látható a könnyek mezeje, ahol te hátat fordítasz. Itt a 10-es szám ugyanúgy, mint itt, utal egy új kezdetre. De ez a férfi még fáradt, kimerült, erőre van szüksége, hogy felálljon. Kezdetben még valami itt nehéz, hiszen sok mindent cipel még a múltból. Itt a csillagkép jelenti a szerencsét, azt is, hogy minden úgy alakul, ahogy megvan írva a csillagképekben. És a következő kártyán láthatóak az emlékek. Az is lehet, hogy ismered ezt a férfit a múltból. Vagy, ahogy én érzem, itt két különböző férfiről van szó. Te megismerkedsz valakivel, lesz egy új kezdet, de még van valaki a múltból, aki gondol rád. Itt voltak kihívások nála is, nálad is, álmatlan éjszakák, ez a visszahúzódás, de lesznek itt fontos döntések, amire ez a királynő utal. Azon kívül itt ezen a kártyán láthatjuk a változásokat, a megújulásokat, és itt lesz egy új irány. A partot elhagytátok, a könnyek mezejét, és lesz egy új irány, egy új kezdet, de még nem látható az, hogy hova érkeztek. Emiatt kicsit bizonytalan vagy, és a 9-es szám azt jelenti, mint egy kerítés, hogy néha úgy érzed, hogy nem megy tovább. Tudod, hogy lesz változás, de nem látható az, hogy mi fog történni, és emiatt ez a kerítés korlátoz téged. Mász át rajta, és bíz abban, hogy minden jóra fordul, hiszen eléritek itt az új partot. Ő is döntéseket fog hozni, de olyan kis lépésekkel közeledik hozzád. Fontos az, hogy meglegyen itt a belső egyensúly. De, ahogy látható a következő képen, a 4-es szám utal ugyan arra, hogy nálad is fontos a biztonság érzete, nála ugyanígy van. De itt vannak még korlátozások, olyan szűkös a helyzet. Lehet még egy párkapcsolat, lehet az anyagiak, munkahelyi problémák, vagy egy bírósági ügy. Ti kiléptek ebből a szoros helyzetből, ez adja a felszabadulás érzését is, és ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható, mint egy uralkodó nő. Uralkodsz a gondolataid felett, uralkodsz az érzelmeid felett, uralkodsz a helyzet felett. De ha nála válás van, és ez a bírósági ügy, ez a szükös helyzet, azt is jelentheti, hogy van a háttérben még valaki, aki megpróbál uralkodni felette. De látható itt a 10-es szám, tehát a 9-es számból lett a 10-es szám, és ez a 10-es szám utal egy új kezdetre, egy új kapcsolat, egy új lehetőség, változások, és ahogy a képen látható, itt rendeződik minden. Az anyagiak is, a munka is, és a párkapcsolat is. Itt az érmék jelentik a föld elemét, és a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát, ha van egy terv, egy álom, egy elképzelés, és itt a párkapcsolatról van szó, akkor ez az álom megvalósul. Lesz egy új kezdet.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!